Lassan egy 100 évvel rendelkező történelmi klub, ami tömegeket mozgat meg ebbe a kisvárosba. Minden gyerek álma, hogy egyszer a sportklubban játszon, hisz ugye nálunk azt vallják, hogy minden gyerek megpróbál és megtanul korcsolyázni, aztán abból vagy jégkorongozó lesz, vagy nem. De egy nagyon nagy történelmi klub, ami ugye nemzetközi fronton is helytáll, éveken keresztül, most már évek óta nyerjük a bajnokságot, és idén szeretnénk a kontinentális kupába is egy lépést előre lépni. Én nagyon sarkosan fogalmaztál, amikor arról volt szó, hogy a magyar válogatottban nem hívnak meg, hogy kicsit helyeznek képbe létezés, hogy mi lehet ennek azok ilyen mutatókkal, ilyen teljesítménnyel, ilyen nagyszerű szerepléssel. Mint említettem az előadáson, és elég nehéz erre nekem is választ adni, hisz az előző évben mindenféle mutatóban az élen végeztem, és majd az augusztusi olimpiai selejtezőn nem kaptam, hiába vártam a várvárt meghívót, és nem számoltak velem. Igazából nem is kell megmagyarázni, mert ugye az edző dolga, meg a szövetségi kapitány dolga nem is az, hogy megmagyarázza, nem az, hogy összerakja a legjobb keretet. Nyilván, hogy ezzel rengeteg ember küzd, én sem értek egyet. De egyébként beszéltél vele erről, vagy nem került szóba? Persze, voltam már különböző tornákon, barátságos mérkőzéseken, mindig mondta, hogy figyeli a mérkőzéseimet, de ilyen oda-vissza kapcsolat tartás ez nem működik, vagyis nincs jelen pillanatban a játékosok és a vezetőedző között. Szóval nem tudom ezt bővebben kifejteni, nektek sem. És akkor a elmúlt évek sikerei után a következő idényben gondolom már elvárás is magatok a szemben, hogy újra bajnokok legyetek. Ha nem sikerül, az csalódás jelentene tulajdonképpen? Csalódás, igen, csalódás lenne, de tisztában vagyunk azzal, hogy minden csapat azért indul, hogy megnyerje a bajnokságot. Nekünk egy kis előnyünk van, hisz van most már egy jó adag tapasztalat álltunk mögött, hogy működik ez. De ahogy szokták mondani, az éhes disznó az igazán éhes, mi talán egy picit jó vagyunk lakva, ezzel kell majd megküzdenünk az utolsó lépcsőt. Milyen?